Fokozott ellenőrzés, az ittas vagy drog hatása alatt álló sofőrök kiszűrése egészen vasárnapig tart. Óvatosan a vizeken, könnyen tragédiába torkolhat egy könnyelmű csobbanás, különösen a fürdőzésre tiltott helyeken. Újabb drágulás, két nap alatt 5 forinttal emelték a benzin, 15 forinttal a gázolaj literenkénti átlagárát. Az ittas vagy a drog hatása alatt vezető kiszűrését végzik a rendőrök országszerte. A fokozott ellenőrzés vasárnapig tart. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Szabolcs-Szatmár-Bereg lakott területen belüli forgalmas szakaszain bárhol találkozhatunk a rendőreivel. Az alkohol és drogok elnevezésű akció az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózatának összehangolt ellenőrzése. Szondával szűrik a sofőröket Nyíregyháza egyik legforgalmasabb bevezető szakaszán. A leterelt autósokat a gyors fújás után itt éppen tovább engedték, senkit sem kellett előállítani. A fokozott ellenőrzés még vasárnapig tart. Az egyenruhások célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülőket szűrik ki. A Vármegyében minden helyi szernek a területén, illetve egészségi területén, kivezető utakon, ki és bevezető utakon, lakott területen belül, forgalmasabb útszakaszokon, ahol jellemző lehet a korábbi tapasztalatokból adódóan, hogy a ittas járművezetés. Ebben az időszakban ezeket ellenőrizik a kollégáim. Helyszínen természetesen annak megfelelően, hogyha ne találtam a különböző tüneteket észlelnek, és ha esetleg az a drogfogyasztást utalhat, akkor azt is megteszik, akkor is a szükséges intézkedéseket. Ott a helyszínen az ellenőrzés során van úgynevezett hiteles mérőeszköz, amivel tudja fújni az emberke, és ha elfogadja az értékeket, akkor további intézkedés véget maximum előállítják kihallgatása, hogyha bűncselekmény értéket fújt, ha pedig közigazgatási bírságra vonatkozó értéket fújt az ember, akkor a helyszínen is ki tudja fizetni, mert tudja fizetni a büntetését. A közigazgatási bírság összege 130 ezer forint is lehet. Itt a legmagasabb fújható érték 0,25 század milligram per liter, akinek viszont e feletti értéket mutat a szonda kijelzője, annak a helyszínen elveszik a jogosítványát, és büntető eljárást is kezdeményeznek ellene. A statisztikák alapján az elmúlt évekhez képest kevesebb személyi sérüléses baleset történik bódult állapotban vezető sofőrök miatt. Az ittas járművezetés vonatkozásában a Vármegye a személyisérüléses balesetekre vonatkozólag tudom ezt mondani, jobban állunk, mint a korábbi évekhez képest. Gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy a helyek közel egy felére csökkent a korábbi évek tapasztalatai alapján. A mostani időszakban az, hogy a személyisérüléses baleseteknél az ittas járművezetés nincs olyan szinten jelen, mint a korábbi években volt sajnos. Az ittas és a bódult állapotban történő vezetés valamennyi európai országban kiemelt jogsértésnek számít. Fontos tudni, hogy nem csak a szeszes italoknak és a kábítószereknek van bódító hatása, hanem egyes gyógyszereknek is. Ilyenek az erősebb fájdalomcsillapítók, nyugtatók vagy kedélyjavítók. Az adott készítmény tájékoztatójában jelölik a vezetéssel való összeférhetőséget. A szakemberek azonban arra hívják fel a figyelmet, ha valaki szokatlan bágyadságot érez új gyógyszer szedésekor, ne üljön volán mögé, amíg az okot ki nem deríti, vagy a tünet el nem múlik. Tragédia történt Rakamazon. Hétfő délelőtt egy szlovák rendszámú kis teherautó halálra gázolt egy helyi férfit, aki éppen az úttesten akart átkelni. Információink szerint a 37 éves személy a szemközti boltba szeretett volna átjutni, ám rossz pillanatban lépett ki az úttestre. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, a szakembereknek sikerült stabilizálni a férfi állapotát, azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítást követően meghalt. Számos veszélye van az óvatlan szabadvízi fürdőzésnek, erre hívja fel a figyelmet a rendőrség és a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület. Az elmúlt években ugyan csökkent a tragédiák előfordulása, a tavak és folyók állandó veszélyforrás jelentenek. A szakemberek hangsúlyozzák, fürdőzni csak a kijelölt partszakaszokon szabad, vízben fuldokló embert pedig csak is valamilyen felszínen fennmaradó eszköz segítségével kezdjük menteni. Csábító hatása van Nyíregyházán a bújtosi tónak a meleg nyári napokon. Bármennyire is vágyunk azonban arra, hogy megcsobbanjunk benne, ezt tiltják a szabályok. Egy 55 éves alkoholos befolyásoltságú ember 2005-ben az életével fizetett azért, mert mégis úgy döntött, úszik néhány hoztatóban.
A szabad vizek minden évben különös veszélyforrásai a nyárnak, pláne azokon a helyeken, ahol tiltva van a fürdőzés. Tilos fürdeni mondjuk kompok, különböző hajózási létesítmények, hajózási jelzések, bóják közelének 100 méteres körzetében, de van 300 méteres tiltás például az erőművek, védőgátak területétől 300 méterre szintén nem szabad fürdeni. Na most sok mindent elmondhatunk, igazándiból nem arra fognak emlékezni, hogy a rendőrbácsit mit mondott, hanem azt szeretném elérni, vagy azt szeretnénk elérni, hogy lenne minden társaságban egy olyan ember, aki azért a többiekre hatással van, és segít abban, hogy mindenki betartsa a fürdőzés szabályait, hiszen az egy dolog, hogy valahol lehet fürdeni, szabad fürdeni, nem biztos, hogy meg kell azt kockáztatni, akár egy lakott területen kívüli területen, mondjuk a Tiszában való fürdést, ha nem is hajózási útvonalban, tehát egyébként szabad lenne, de mondjuk a mederviszonyok olyanok, hogy veszélyesek, akkor kell egy értelmes ember minden társaságba, aki visszahúzza a hangoskodókat, vagányokat. Nem csak az állóvizek, hanem a vármegye legnagyobb folyója, a Tisza is szedett már áldozatokat az elmúlt évtizedekben. Legtöbb esetben ezt a határok feszegetése, könnyelműség vagy alkoholos befolyásoltság okozta. Gergely ugornyánál, illetve más kijelölt strandokon bóják jelzik, hogy meddig biztonságos az úszás. A szakszerű mentésről Vincellér Tibor speciális mentőt kérdeztük. Azt mondta, csak valamilyen segítő eszközzel kezdjünk segíteni a bajba jutott személyen. Még a jó úszók is okozhatnak saját maguknak problémát azzal, hogyha oda mennek egy vele azonos súlycsoportban lévő fuldoklóhoz, amit ugye ő nem lát a víz alatt, hogy mekkora emberrel van dolga. Éppen ezért mindig az a legfontosabb, hogy ha lehet, akkor használjunk valamilyen eszközt, valamilyen segédeszközt, ami lehet egy bot, egy vontatókötél, vagy bármi olyan eszköz, hogy bennünket a fuldokló ne tudjon megfogni, mert minden egyes fuldokló olyan erőt mozgósít magából, hogy el se tudunk képzelni, hogy egy kis 15-16 éves kislányból olyan erők jönnek elő, hogy nem egy ilyen báli kisasszony abban az esetben, hanem az életéért küzd. És gyakorlatilag mindent megtesz azért, hogy ő életben maradjon, és a pszichéje leblokkolott, hogy őt nem fogja az érdekelni, hogy másikban milyen kárt tesz. A fürdőzés egy másik igen gyakori veszélye még a hirtelen szívleállás. Amikor valaki felhevült testtel meg gondolatlanul a hideg vízbe veti magát, a szervezete azonban rosszul reagál az őt ért hirtelen ingerre, szívritmus zavar alakul ki, ami akár halálos kimenetelű is lehet. A szakemberek éppen ezért hívják fel a figyelmet a fokozatosságra. Ha pedig mégis megtörténik a baj, első lépés a segítségkérés. Érdemes több embert bevonni a bajban lévő figyelésére, így eltűnés esetén pontosan be lehet azonosítani az eltűnés pontját. A turisztikai szezon felpörgésével együtt, azaz a vakáció kezdetével járatja csúcsra a balatoni forgalmat a MÁV Volán csoport. Június 22-től, azaz a főszezontól kezdődően a jelenleginél is több vonatot, intercity kocsit és motorvonatot állít forgalomba a társaság, ezáltal még több férőhely áll majd a strandolásra, tóparti nyaralásokra utazók rendelkezésére. Az elmúlt évekhez hasonlóan a főszezonban már nem csak a fővárost és a Dunántúlt, de a keleti-délkeleti országrész városait, így Nyíregyházát is közvetlen járatokkal kapcsolják össze a Balatonnal. A népszerű turisztikai úti célokat sűrűbb közlekedéssel kiszolgáló menetrend szeptember 1-jéig lesz érvényben. Az utazóknak, főként az ország déli részére utazóknak a forróságra is fel kell készülniük. A következő napokban egyre perzselőbb lesz a kánikula, vele együtt pedig az UV-sugárzás is. Erről a Hungaromet ZRT számolt be. Szerdára Bács-Kiskunra, Csongrád-Csanádra és Békésre, csütörtökön Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére adta ki másodfokú figyelmeztetést. Ez azt jelenti, hogy a napi közép hőmérséklet várhatóan a 27 fokot is túl fogja lépni. A várható hőhullám miatt a Nemzetgazdasági Minisztérium több munkavédelmi irányelv betartására figyelmeztet, miután a hőség rendkívül megterheli a fizikai munkát végzők szervezetét. A melegnek minősülő munkahelyeken a
munkavállalók igénye szerinti mennyiségben megfelelő hőmérsékletű 14-16 Celsius fokos ivóvizet kell biztosítani. Zártéri munkahelyen pedig, ha az melegnek minősül, óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell alkalmazni. Fotókból, grafikákból, festményekből, valamint vegyes technikával készült alkotásokból nyílt kiállítás Nyíregyházán a Városi Galériában. A nyíregyházi nyári tárlat célja évek óta az, hogy a helyben élő képzőművészek munkáiból mutasson be válogatást. Idén nem csak a nyíregyházi művészek adhattak be alkotásokat, hanem az egész országból várták a képeket, ha azok alkotói valamilyen szállal kötődtek Nyíregyházához. Én vagyok a minden, az éltető fény, a sötét, a sűrű sötétség, és a nap, a hold, Isten vagyok, és Istennő. Endres Ágnes látványtervező művész a Nő című installációja is látható a nyíregyházi nyári tárlaton, június 14-től a Városi Galériában. Elgondolkoztam azon, hogy ki vagyok, és ez a címe az installációmnak, hogy milyen maszkokat, milyen állarcokat viselek én személyesen az életemben, az életem különböző helyzeteiben, és így először azt gondoltam, hogy annyira őszinte ember vagyok, hogy én nem viselek maszkokat, nem. Én mindig önmagamat adom. És amikor jobban elgondolkoztam ezen, akkor rájöttem, hogy millió szerepem van, millió különböző állarcot viselek, és erről írtam egy olyan gondolatfolyamatot, amiből lett egy ilyen szabad vers, Ki vagyok címmel, amit én is mondtam fel. Tavaly kimaradt, így 2 éve rendezték meg utoljára a nyári tárlatot, mondta el Mészáros Szilárd, az esemény házigazdája. Néhány éve indítottuk el ezt a programsorozatot, eredetileg a nyíregyházi művészek számára találtuk ki ezt a nyíregyházi tárlatot, aztán ebben az évben jutottunk el oda, hogy úgy gondoltuk, egy picit tágítjuk, és nem is annyira picit ezt a kört, szélesítjük, színesítjük. Ebben az évben már Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből is pályázhattak az alkotók, illetve akik a helyi közösséghez tartoznak, tehát helyi identitásuk van, azok is részt vehettek ezen a pályázaton, illetve fiatalok, akik itt tanulnak, vagy itt tanultak, helyi művésztanárok. Mindhárom emelet falai megteltek alkotásokkal, így a galériában 28 képzőművésztől 58 kiállított munka tekinthető meg. Valószínűleg ezek a munkák érkeztek a legtávolabbról a vármegyeszékhelyre, hiszen ezeket a nyomatokat a Mátészalkán élő, de finn származású Szirpa Ihanusz készítette. Ezeket a fákat Finnországból hoztam, és üzenete először is azt, hogy figyelmet akarok felhívni arra, hogy elpusztítunk természetünket, fákat vágjunk, és hogy gondolkozzanak emberek kicsit, hogy végén csak ilyen törzsek maradnak, ilyen nyomatok maradnak. A kiállítást a szakma képviseletében H. Németh Katalin grafikus művész nyitotta meg, aki 2 munkájával szerepel a tárlaton. Engem a kör, a kert, a szabadidő, a szabadság, az foglalkoztat. Most egy kicsit azt vettem észre, hogy visszakanyarodtam a természet és a környezetünk azonosítható formáihoz elvontabb módon, és úgy egymás mellé téve, hogy bőven hagyjon lehetőséget egyéb mögöttes gondolatokra is. A június 14-én nyílt kiállítás július 27-éig várja az érdeklődőket. A tárlattal bővebben Weekend című műsorunkban foglalkozunk. A június 23-ról 24-ére virradó éjszaka az év legrövidebb éjszakája, ezt nevezzük Szent Iván éjjének. A népi hiedelem szerint ez a fény az élet, a szerelem és a termékenység ünnepe. A nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu ezen a napon azt a régi hagyományt eleveníti fel, amikor régen ilyenkor a teljes falu közössége a határban rakott nagy tűz mellett ünnepelt énekkel, virrasztással és tánccal. A múzeumfalunak a területén minden egyes évben egy új kiállítással bővítjük a repertoárunkat. A tárlatunk idei évben az édességről fog szólni, Édes Élet Sóston, Spisák Béla bácsi hagyatékából, ami az elmúlt években került hozzánk, illetve
a Szerencsé csoki gyár történeti anyagából mutatunk be egy szeletet, úgyhogy egy izgalmas kiállításnak lehetnek ízlelő bimbó tanúi a vendégeink, hiszen lesz egy édességvásár is a területen. A tűzugrás egy nagyon fontos esemény, de mindig megelőzi egy tűzgyújtás, amit tűzsonglórok szokták hagyományosan elvégezni. Ezt követően Paulina koncert következik, majd a Nyírség Tánc Együttes örök vendégünk, akik a tűzugrás folyamatát segítik elő, vezetik a szerelmes párokat. Szerelmi útvonalra, családi programokra is van lehetőség, és reméljük, hogy sok embert fog vonzani az, hogy 18 óra 30 perckor nyitjuk a kapukat, és természetesen 23 óra 30 percig várjuk szeretettel az érdeklődőket. Két lépcsőben emelték az üzemanyagárakat hétfőn és kedden, derült ki a Hol tankoljak friss adatközléséből. Hétfőn 2 forinttal emelkedett a benzin, 8 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára, de szokatlan módon már kedden újabb áremelés jött. A benzin beszerzési ára újabb 3, a gázolajé 7 forinttal emelkedett. A 95-ös új átlagára így 598, míg a gázolajé 613 forintra változott. A 8. helyen fejezte be a bajnokságot az MB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Az idényben 3 edző által is irányított együttes a felsőházi rájátszásban pont nélkül maradt. A bajnoki címet a DVTK szerezte meg. A nyírbátoriaktól 5 játékos távozott, viszont a következő szezonnak is Tréki Tamás edző vezetésével vág neki a megfiatalított csapat. 2 bajnoki cím és egy bronzérem után vágott neki a 2023-24-es idénynek a nyírbátori csapat. Az átszervezett bajnokság alapszakaszában a legjobb 4 közékerülés volt a cél, mert ez már biztosította a bennmaradást. A játékos keret szinte változatlan maradt, de 3 edző is irányította az együttest. Falcsik Miklós betegsége után átmenetileg Weibli Zoltán ült le a kispadra, majd érkezett Tréki Tamás. A minimális célt sikerült elérni, a D csoportban 4. lett a bátor, de csak 3 pontot vitt magával a folytatásra. Ennyi maradt a bajnokság végére is, ugyanis a C csoportból érkezett 4 együttes elleni 8 meccset pont nélkül zárták a nyírbátoriak. Petneházi Zsolt szerint ebben az is közrejátszott, hogy tavasszal már többen is a jövővel foglalkoztak a jelen helyett. 5 játékosunk a következő szezont már nem nyírbátorban kezdi, hanem a nyíregyházi csapatban, illetve Kisvárdára igazolt egy játékosunk. Elköszöntünk tőlük, további sok sikert kívántunk nekik, ők viszont nekünk. Ellenben ez elég érzékenyen érintett bennünket, mert gyakorlatilag a kezdőcsapatnak a játékosaiból vannak itt, sőt van itt olyan játékos, aki 7 éve itt van már a klubnál. Ezzel kapcsolatosan ugye a bajnokság tavaszi szezonja nem túl rózsásan sikerült, ilyen még a nyírbátor kézilabdás történelmében nem nagyon volt, de túléltük, hiszen felsőházban voltunk, nem fenyegetett bennünket a kiesés réme, hanem végül is maximum az, hogy 8. helyen végez a csapat, ami be is következett. Varga László, Gadnai Attila, Mészáros Ákos, Bor Márk és Szedlecsek János helyére új játékosok érkeznek, és a fiatalok is több lehetőséghez jutnak majd. Így a következő szezon játékos keretének 2/3 nyírbátori kötődésének mondható. Nagy Menyhért Balázs Máté, Pál Tamás, Bot Bence, illetve Molnár Kristóf személyében ezek a játékosok a Deacból, Tiszavasváriból, Hajdunánásból sikerült velük megállapodni, illetve annak nagyon örülök, hogy ugye, hogy kezdődik egy csapat, védj egy jó kapust, hogy első lépcsőben sikerült úgymond rávenni Felföldi Robit arra, hogy a következő szezonban még folytassa a igen sikeres remek pályafutását, és leültünk, megbeszéltük Robival is, hogy kapusposzton ugye elment a Gadnai Attila is, kapusposzton mi legyen a teendő, végül úgy döntöttünk, hogy a Robi mellett 2 saját nevelésű fiatal játékosunknak, a Nagy Attilának, illetve a Bujáki Csabának adunk lehetőséget.
Az északkeleti csoportban a 26 pontos DVTK szerezte meg az aranyérmet a 23 pontos Salgótarján előtt. Az NB2-ben marad a lebonyolítás rendje, a Nyírbátor augusztus elején kezdi majd el a felkészülést az új idényre. Az NB2-ben is Feckó Tamás lesz a kisvárdai futballcsapat vezetőedzője. A szakmai stábban történt változás, Gerlicki Máté, Bodnár László, ifjabb Szilvási Zoltán és a kapus edző Szandró Tomik segíti majd a szakember munkáját. A kisvárda június 24-én kezdi el a felkészülést. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Vasárnapig fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség az ittas vagy drog hatása alatt vezető kiszűrésére. Az Alkohol és Drogok című akciót az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának ellenőrzési terve alapján végzik a rendőrök. Jó hír, hogy a statisztikák szerint a korábbi évekhez képest Szabolcs-Szatmár-Berekben csak nem felére csökkent a személyi sérülést okozó ittas autóvezetők száma. Szabályszegés, könnyelműség, alkoholos befolyásoltság vagy rosszul lét. Legtöbbször ezek miatt torkolhat tragédiába a szabadvízi fürdőzés. A veszélyekre a rendőrség és a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület hívja fel a figyelmet. A szakemberek hangsúlyozzák, fürdőzni csak a kijelölt partszakaszokon szabad, vízben fuldokló embert pedig csak is valamilyen felszínen fennmaradó eszköz segítségével kezdjünk menteni. Szokatlan módon kedden újabb áremelést érvényesítettek a töltőállomások, a drágulás két lépcsőben történt a hét elején. Hétfőn 2 forinttal emelkedett a benzin, 8 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára, kedden pedig újabb áremelés jött. A benzin beszerzési ára újabb 3, a gázolajé 7 forinttal emelkedett. A 95-ös új átlagára így 598, míg a gázolajé 613 forintra változott. Június 18-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerdán este ismét várjuk majd Önöket a Vármegye legfontosabb történéseivel. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Szerdán felélénkülő déli-délnyugati széllel tovább fokozódhat a kánikula, marad a sok napsütés, csapadék nem várható. Délután országszerte mérséklődni fog a légmozgás, a legmelegebb órákban a hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul térségünkben.